segítenek a csapatok a nyugat-magyarországi rangadó előtt. Mindkét zöldfehér együttesnek volt már mit ünnepelnie idén. A szombathelyiek nemrég voltak 30 évesek, és a jubileum kapcsán a legnagyobb sikereket, így a bajnoki címeket is újra felemlegették a városban. Míg a győriek most írják történelmük legszebb lapjait, hiszen a tavalyi kupagyőzelem és bajnoki ezüstérem után az év győri csapatai közé is bekerültek a Sportcsillagok emlékgáláján. A megyei napilapnál pedig elhozták a női csapatok közönségdíját, az Audietó kézilabdázóit és a soproni kosarasokat is megelőzve. Ez egy jó kis játék volt, és nyilván egy motiváció, hogy az eredmények mellett ezt is kitűzhetjük úgymond a dicsőség zászlónkra, hogy ezt a közönségdíjat az olvasók szavazata alapján nyertük el, és ugye nekünk mindenki is aprósága szükségünk van, hiszen a női labdarúgásnak minden marketing és média megjelenés az egy óriási előrelépés. A felkészülési időszak is remekül sikerült az Etónál. A BL főtáblás cseh Sparta Prága ellen 1-1-es döntetlent játszottak. Az Austria Wind pedig Bécsben győzték le 6-0-ra a győri lányok. Külön egy ilyen pozitívum, hogy találkoztunk olyan csapatokkal, akikkel nyáron is, és még nyáron mondjuk adott esetben egy sima vereség lett a vége, vagy egy jó félidő, meg egy rossz félidő, most már sokkal komolyabb vetélytársai tudtunk lenni ezeknek a csapatoknak, akár egy BL-ben 16-ban szereplő csapatnak is, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezeket a tapasztalatokat úgy tudják beépíteni a játékosok a teljesítményekbe, hogy eredményesen tudjunk futballozni majd tavasszal. Hosszúnak tűnt a felkészülési időszak, én már nagyon vártam a bajnokság kezdetét. Szerintem egy jó felkészülésen vagyunk túl, erős nemzetközi mérkőzéseket vívtunk, és reméljük, hogy ennek kijönnek az eredményei is a bajnokságban. A tavasz első bajnoki góljára Győrben negyed órát kellett várni. Az itt fehérben játszó Eto szerezte meg a vezetést. A csapatkapitány Süle Dóra csapott le egy labdára. A kővédermet Silkraut Fruzsina csak nézte, hogy már is vezetnek 1-0 a hazaiak. Lassan, nagyon rossz ritmusban kezdtük a meccset. Azt gondolom, hogy úgy jöttünk ide Győrbe, hogy megpróbáltunk legalább pontot szerezni, és megvolt az az elszántság a lányoknak, még a bemelegítés is egész jól sikerült. Aztán, amikor elkezdett a mérkőzés, és főleg az első gólnál láttam azt, hogy demoralizáló volt, és egy kicsit kibillentett bennünket. Nem volt egyszerű a játék már az első félidőben sem. Győrben aznap 100 km/h-nál is magasabb szélértékeket mértek, és ebből a meccsre is jutott. A szombathelyeknek ehhez is alkalmazkodni kellett, és az is látszott a Viktórián, hogy sérülés miatt hiányzott Balogh Henrietta, Nagy Vanessa, Jelena Koprena, Marlo Sweetman, Urbán Viktória, Németh Mirtil és Szil Tünde, vagyis 7 kulcsember. Nagyon jól kezdtük, végig mi irányítottunk igazából, azt az arcunkat tudtunk mutatni, amit előtte megbeszéltük. Végig harcosak voltunk, és győzni akartunk az utolsó percig. A szél mellett a gólokból sem volt hiány, fél óra után az Eto el is döntötte a 3 pont sorsát. Előbb Kim is kapott egy remek kiugratást és növelte a fehérmezesek előnyét, majd Cameron tört be a 16-oson belőre, néhány csel után visszagurított, és a második hullámban érkező Süle vágta a hálóba a labdát. Az első fél időben elég nehezen vettük fel a ritmust, nagyon nehezen kezdtük a mérkőzést, ajándékoztunk is 2 gólt legalább az Etónak, hogy kicsit figyelmesebbek vagyunk, szerintem meg tudtuk volna előzni. Viszont a gyors váltásokat nagyon nehezen tudtuk felvenni az első fél időben. Fegyelmezett és góra törő játékát az Eto 3-0 után is folytatta. Nem sokkal a második félidő kezdése után Tiffany Cameron ugrott ki jó ütemben, és már is 4 gól volt a különbség a csapatok között. Ha spórolunk a futómennyiséggel, hogyha nem vagyunk elég élesek a váltásoknál, és nem tudjuk lekövetni a mozgásaikat, akkor nem fogjuk tudni levédekezni az ellenfél támadás vezetéseit. Én azt gondolom, hogy minden játék minden elemében minőségi különbség volt ma a két csapat között. Rengeteget kivett belőlünk ez az Austria elleni kupa meccs, az látszik, mentálisan és fizikálisan is fáradtak voltunk, tompák voltunk. A folytatásban Dörnyei Balázs egyszerre használta ki mind az 5 csere lehetőségét, de a játék képe ezután sem változott. Helyzetekből sem volt hiány, az egyiket Sali Rebeka ki is használta,
így ő állította be az 5-0-ás végeredményt. Szerintem a cserék is jól szálltak be, igazából jó érzés volt beszállni, hiszen egy jó meccs volt. Azt tudtuk, hogy a Viktória biztonságra fogja helyezni a hangsúlyt, úgyhogy kellett egy kis tapogatózás, hogy megnézzük, melyik azok a területek, ahol fel tudjuk törni könnyebben a védekezésüket. Szerintem ez nagyjából a 15. perc után már megtörtént. Jöttek a gólok is, úgyhogy egy magabiztos vezetéssel tudtunk a szünetre menni. Most jobban szálltak be a cseréink is, úgyhogy ennek külön örülök, hogy ebben előre tudtunk lépni a legutóbbi mérkőzés óta. Úgyhogy alapvetően a mérkőzés eredményével elégedett vagyok, a játékosaim hozzáállásával elégedett vagyok. Az Eto tehát magabiztosan nyerte a szomszédvárak rangadóját, a Viktóriánál pedig abban bíznak, hogy a két együttes kupa találkozója ettől szorosabb csatát hoz majd.